A választásom azért esett az IVI-re, mert ez egy nemzetközi képesítést adó intézet, és én ezt fontosnak találtam. A jogával már régóta foglalkozom, de ez eddig csak elméleti szinten valósult meg. Én a testnevelési egyetemet végeztem el, és ott is már diplomadolgozatomnak témája volt a joga. Úgyhogy elméleti szintű tudásom az úgy, ahogy volt, de az sem volt természetesen olyan precíz, mint ahogy most a tanfolyam által egyre szépen csiszolódik. És hát most érkezett el az idő, hogy ezt gyakorlati szintre is vigyem. És a legfőbb dolog az, hogy mi vagy testnevelő tanár vagyok, nyilvánvaló, hogy oktatni is szeretném, és az elsődleges az, hogy előbb-utóbb jogaoktató legyek. Tudom, hogy ez nagy út, mert nem könnyű dolog, de megvalósítható. Azt igazából bárkinek ajánlanám, mivel hogy minden korosztán, minden mozgásstílusnak meg fölképzéseket tartanak. A jóga oktatói képzést azoknak ajánlanám, akik szeretnének egy kicsit letisztultabb, kicsit befelé koncentráló, harmonikusabb életvitelhez hozzásegítő mozgás sorokat vagy mozgás folyamatokat megtanulni, illetve átadni. Mivel mindig is érdekelt a mozgás, szerettem egészségesen élni. A jóga úgy érzem, hogy többet hoz, mint mozgás, életmód, változtatást is. Bármilyen korosztálynak jó, viszont én úgy gondolom, hogy az idősebb korosztálynak kimondottan ajánlatos.